hétvégén, az elmúlt hétvégén a vadászatok diszkóban jártunk, és a DJ-vel Skoda Tamással beszélgettünk. Ezért tavaszán kerültünk kapcsolatba Szabóról, aki egy panziót és ezt a szabadtéri étermet működteti. Felhozta nekünk ezt a lehetőséget, hogy van itt egy csodálatos kerthelyiség, és nyárra szeretné valamilyen életet ide varázsolni a tópartjára, természetesen diszkóba gondolkodott. És mi kapva kaptunk az alkalmon, felajánlottuk, hogy mi szívesen megoldanánk ezt a dolgot. Május közepétől megy ez a diszkó itt nálunk. Hát mivel szabadtéri erősen függünk az időjárástól, végülis aki itt jár nálunk, az már tudja, ez a szabadtéri fogalom, ez abból áll, hogy van egy nagyon gyönyörű étterem, és a kerthelyiség le van fedve három kupolával. A két hátsó részben van a diszkó, a táncparket, hátul pedig lehet beszélgetni. Kivel készíted ezt a diszkót? Ki a társad? Örökös kollégám Móricz Laci, akivel együtt dolgozunk mind a hétköznap életben, antennákkal és hasonló dolgokkal, elektromos cikkekkel foglalkozunk, és hétvégénként szombaton itt ezt a diszkót műveljük. Valamilyen különlegessége ennek a diszkónak? A varázsa talán amiből rejlik, hogy végülis fedett, de mégis szabadtéri, tehát nincs nálunk olyan, hogy az ember szemét marja a cigaretta füst, legfeljebb, hogyha én vagyok egy kicsit túl buzgó és a füstgépen tovább tartó rajta kezemet. A viccet félretéve megpróbáljuk a zenénket egy kicsit úgy alakítani, hogy nem feltétlenül a legeslegújabb dolgokat játsszuk le, természetesen vannak új nótáink is elég szép számmal, de úgy érezzük, hogy amivel megfogtuk itt a tömeget, itt hadd is egyek el azzal, hogy a vidéki viszonylatban elég jó létszámmal, olyan 550 és 650 körül van az állandó vendég létszámunk. Tehát ezt a létszámot annak is köszönhetjük, hogy táncolható zenét adunk éjjel, éjfél után, egy óra után már szinte csak nosztalgia zene szól, gondolván itt a régebbi magyar nótákra is, már nem a cigány zenére gondolván, hanem régi nagy-nagy slágerek a 80-as évekből, újabb verziókban. Nagyon sok jó magyar csapat ezeket szépen újrahába, új köntösbe húzta, és nagyon-nagyon nagy lehet erre bulizni és mulatni itt nálunk. Hogy lehet legkönnyebben a vadászatóhoz ez a diszkózzal jutni? Hát mivel a Szombathelyi Rádió lévén, szombathelyi viszonylatból nagyon egyszerűen lehet ide hozzánk jutni, a 86-os főúton kell Körment fele jönni, Körmentben nem kell lefordulni a Rábafüzesi határ átkelő fele, egyenesen tovább 86-oson, és Nádasd után van egy útkereszteződés jobbra, de egyébként végig-végig szinte már Körmend előttről táblák jelzik a vadászi tavat, ugye ez közkedvelt nyaralóhely, és egyre jobban fejlődik, lassan már a vendégsereg kezdi kinőni a tavat, de hát ezért itt szépen lehet szórakozni. Nem olyan egy kis Balaton ez itt nekünk. Úgy tudom, hogy te régóta diszkozol, merre felé? Na most ez úgy igaz, hogy Székesfehérvár jártam érettség után iskolában Videotonhoz, ott volt egy diszkó, de az még amolyan diák fejjel működött, de már kicsit szakmámból kifolyólag próbáltunk adni a technikára. Iskola után mégis hazakerültem, itt Szombathelyen dolgoztam egy jó darabig után a Szentgotthárdon, kollégámmal, a Lacival egyetemben, és Szentgotthárdon volt pár hónapig egy diszkom, ami egy pincehelyiségben volt. Ez is viszonylag jól ment, csak akkor közben itt egy addig halasztott dolog a katonaság. Utána sokáig hallgatott ez a dolog, tehát nem foglalkoztunk a szakmának, éltünk, és te az emberben egyszer benn van a vér, és ha megvan a lehetőség és adott a hely, a technika, hát azt végül is mi hoztuk, akkor ezt nem lehet nem csinálni. Thank you.
jövőnyán. Nagy örült kérdeztél, ez még távoli tervek. Legalább is a tulajdonossal úgy beszélgettük, hogyha az ő dolga is ugyanígy mennek tovább, mint most, akkor ugyanígy folytatjuk itt jövő nyáron. Hát ez még messze van, de ahogy beszélgettünk Szabóval, ez már majdnem hogy realizálódni látszik, hogy jövő nyáron is itt fogunk lenni. Remélem, hogy találkozunk akkor is. Köszönöm szépen! Én köszönöm szépen!